Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon. Modern társadalmunk összeomlásának egy újabb mérföldkövét szeretném megmutatni. Nyilván mindenki tisztában van már ezzel az eseménnyel, ami az olimpiai játékokon történik egy bizonyos transz boxoló körül. Transznő, azt hiszem ez a helyes megfogalmazás, és ahogyan azt én már korábban elmondtam, illetve igyekeztem megfogalmazni, a transznemű sportolók megjelenése a női sportban, az a női sportnak a végét fogja jelenteni, már hogyha egyáltalán lenne idő arra, hogy ez kiteljesedjen ez a folyamat. Mielőtt nekivágnánk ennek, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobubble, illetve Yahoo útja néven, TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Úgy tűnik, hogy ez az olimpia különös nem csak a megnyitón történt események miatt, hanem számos egyéb, széles körben eddig nem ismert, vagy nem annyira elfogadott egyéb jelenség véget is. A transzsportolók jelenléte az nem újdonság, legalábbis a fejlett idézőjelbe véve nyugati országokban, az Egyesült Államokban vagy Nyugat-Európában. Ez egy bevett gyakorlat, nyilván nem annyira gyakori, hogy az ember folyamatosan erről hallana, de én beszámoltam számos esetről, amikhez nem akarok most visszatérni. Azonban azt hiszem, hogy az olimpia egy nagyszerű terep a világot uraló erők számára, hogy nézeteiket, illetve ezt az új degenerált viselkedést terjesszék szélesebb körben is. Sajnálatos, hogy mindazon szereplők, az ő életük az, ami tönkre megy, illetve számos más ember élete, ők csak bábok ebben a nagy sakjátszmában. Épp ezért én nem is akarom hibáztatni őket, hisz a világ az eléggé eltorzult, nem csoda, hogy az emberek mentálisan tönkre mennek. Az elemi.hu úgy számolt be erről az eseményről, ez július 31. Párizsban KO-t kapott a normalitás, több férfi is indul a női olimpiai ökölvívó versenyen. 2023. márciusában Yuting megbukott egy szexuális teszten, és megfosztották az orosz vezetésű Nemzetközi Box Szövetség női ökölvívó világbajnokság bronz érmétől. Az olimpiai bizottság bejelentette azonban, hogy Lin és más női ökölvívók minden szabályt betartottak a 2024-es olimpiára való kijutáshoz, függetlenül attól, hogy a korábbi IBA versenyeken milyen státusszal rendelkeznek. Még az is elképzelhető, hogy Párizsban az aranyéremért két férfi szám majd ringbe a női ökölvívó versenyszámban. Feltételezem, az LMBTQ csoport többségének teljesen mindegy, hogy mi történik a nőkkel, hisz nem az a fontos, hanem az, hogy mindenki érvényesítse a saját akaratát a társadalomban. Korábban már számos alkalommal én beszéltem erről, de az izolációja az egyénnek ahhoz vezet, hogy mindenki csak magával fog törődni. Mindenki igyekszik érvényesíteni majd a saját akaratát a saját érdekeinek megfelelően. Mindaddig, amíg ez egybeesik más emberekkel vagy csoportokkal, addig hajlandó kooperálni majd az emberek, azután azonban a csoport tovább fog fragmentálódni különböző érdekek mentén. Miért mi legyünk azok, akik alkalmazkodnak a kisebbséghez, miért nem a kisebbség az, aki alkalmazkodik ahhoz, ami mellesleg működött több ezer éven keresztül, és természetes. Fontos megérteni ezekből a sorokból, hogy a hazugság és az eltévejedés az az ember saját működésének az eredménye. Az ember az, aki túlságosan szereti a hazugságot azért, mert úgy tűnik legalábbis a felszínen, hogy kevesebb ellenállásba fog ütközni, ha csak megy a tömeggel és elfogadja azt, amit a többség val, vagy amit a többség elfogad igaznak. Hosszú távon értelemszerűen katasztrofális következményekkel jár, ez azonban úgy tűnik, hogy nem gátolja meg a többséget abban, hogy ezt az utat válassza. Találtam egy érdekes részt a South Parkból, most már nem tudom, hogy melyik évad, mert nem követem az eseményeket annyira, de szeretném lejátszani, és azt javaslom mindenkinek, hogy fókuszáljon arra, ami az üzenete az egésznek, mert ez valóban komikus, a jelenet, amit láthatunk majd, azonban most már számunkra ez a valóság, hiszen ezt tapasztalhatjuk az egyik legnagyobb nemzetközi sport eseményen, az olimpián. A beautiful day in Morrison, Colorado, as we get ready for the 6th annual Strong Woman Competition. Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobubble, illetve Yahoo útja összes felületén
az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahooaútja.hu weboldalon ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm!